Sziasztok! A most következő pár percben megismerkedünk a háromdimenziós mozgatás és forgatás alapjaival. Ezek a műveletek is elérhetőek a módosítás 3D műveletek csoporton belül, de kiadható parancsként is, és tulajdonképpen amikor kijelölünk objektumokat a modelltérben, a mozgatás automatikusan meg is jelenik. Na de nézzük meg, hogy miről is van szó. Válasszuk ki a 3D műveletek utasítást. Megjelenik a céldoboz, ugye meg kell adnunk azokat az objektumokat, vagy objektumot, amit el szeretnénk a térbe mozgatni. Mi most csak ezt a ciánkénk téglatestet szeretnénk elmozdítani, elmozgatni, ezért kijelölés után a space-szel lezárjuk a kijelölést, és megjelenik az úgynevezett 3D-s mozgatás mini alkalmazás, amelyet ez a szép térbeli koordináta rendszer jelöl. A legfontosabb dolog az, hogy meg kell adnunk a bázispontot, amin keresztül fogjuk a mozgatást végrehajtani. Ugye, ha rávisszük a mutatót, és a mini alkalmazás origójára klikkelünk, akkor látható, hogy át lehet tenni ezt a koordináta rendszert egy kellő pozícióba, mondjuk ide, és ezután a mini alkalmazás tengelyeit és síkjait felhasználva a mozgatást véghez lehet vinni. Ha ráklikkelünk mondjuk az egyik tengelyre, mondjuk az Y-ra, ami zöld színű, látható, hogy a kényszer az az, ilyenkor, hogy csak az Y tengely mentén tudjuk elmozdítani. Ha a vörös tengelyre, az X tengelyre klikkelünk, akkor az Y tengely mentén tudjuk elmozdítani. Ha pedig a kék tengelyre, akkor pedig a Z tengely mentén tudjuk a testeket elmozgatni. Itt a mini alkalmazásnál vannak síkok is, próbálom ezt szemléltetni, és ilyenkor nem egy irányt, hanem egy síkot adunk meg, a kényszer síkját, tehát hogyha ide klikkerek, akkor csak ebbe a síkba tudom elmozdítani a testemet, hogyan is mozgatom, és ha megfigyeljük, ahogy viszem lejjebb, a háló úgy jelenik meg a testbe. Tehát most a nullás sík alatt vagyunk, mert a hálót, ugye a test fölött jeleníti meg az autóket. Ahogy a mozgatom fölfele, most a testben van a háló, majd pedig ugye a háló fölött vagyunk. Tehát ezekkel a fogantyúkkal, kényszerfogókkal, tengelyekkel, síkokkal ö, egészen jól lehet, persze egy kis ügyesség itt is szükséges, ö, koordinálni a 3D-s mozgatást. Természetesen, ha csak egymáshoz kell illesztenünk tárgyakat, objektumokat, a tárgyasztal itt is a segítségünkre lesz. Jó? Tehát kijelöljük ugye a objektumot, amit szeretnénk, megadjuk neki ugye a bázispontot mondjuk, és szépen a másik ö, testhez illesszük. Jó. A testeket egymásra tettük. Nagyon jó. Nézzük meg még azt, hogy ö, hogyan lehet parancsként kiadni ezt. Ugye kiadjuk a 3D mozgatás parancsot, meg kell adni az objektumokat egy kijelöléssel, space vagy enter. Ugye ezeknek az objektumoknak a befoglaló dobozán jelenik most meg ez a mini alkalmazás, és szépen megint csak a kényszerek mentén el lehet ö, mozgatni. Azt hiszem bevezetőül erről ennyit elég bemutatni, úgyis majd a valódi tervek készítésénél, modellek készítésénél fog ez valódi tudásá válni. Nézzük meg a forgatás utasítást. Ugye kijelölöm előre most ezt a két téglatestet, módosítás, 3D műveletek, és alatta, ugye a mozgatás alatt a forgatás. Itt is megjelenik a mini alkalmazás, a tengelyek mentén lehetséges, nagyon szépen van vizualizálva maga a forgatást. Tehát az adott tengely mentén tudjuk elvégezni a, for a forgatást. Láthatjuk, hogy most ugye a Y-tengely mentén forgatunk, most a Z-tengely mentén forgatunk, és ugye még egyszer lássuk, hogy az X-tengely mentén történik most a forgatás, mondjuk mínusz 45 fokkal. Szépen el is forgattuk, vagy nézzük meg a hengereket, ugye ki van jelölve, a mozgatás az alapértelmezés ilyenkor, de jöjjön a 3D forgatás parancs, megjelenik a mini alkalmazás, meg kell adnunk ugye magát a bázispontot, tegyük át ide most fölülre, és szépen megint most a Y tengely mentén történjen ugye a forgatás 45 fokkal, és elfordítottuk. Jó? Tehát a mozgatás és forgatás parancsok, azok ugyanúgy fontosak a térben is, a térbeli szerkesztéshez, mint a síkban is. Köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!